Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Hamis 9-es nézőt itt a Color City Arena tőszomszédságából. A Kazincz-Barcika Budafok mérkőzés margójára osztanám meg pár gondolatot veletek. Ugye, mire ez a videó napliágot lát, addigra mindenki számára ismert a végeredmény, 2-1-re legyőztük a Budafok csapatát. Viktor szerzőtársam nagy bánatára, azért remélem, hogy örök harag nem lesz köztünk ezért az eredményért. Egy nagyon kis hajtós mérkőzést láthattunk, mind a két csapat apait, anyait beletett, és talán a képességbeli hiányosságokat is kompenzálta a mérkőzés tempója. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon élvezetes mérkőzést láthatott az a körülbelül 600 néző, aki kilátogatott ide az arénába, és külön elismerésem budafoki szurkolóknak, akik ilyen későn is megtették ezt az utat, és még ugye haza is mennek. A mérkőzésről röviden, nagyon korán megszereztük a vezetést a mezőkövesdi kooperációs játékosunk Kállai Zalán góljával, aki a ötös vonaláról gyakorlatilag egy lepattanót bevágott a vendég kapuba. Ezután 40 percig igazából mind a két csapat inkább a kontrákra rendezkedett be, abból voltak nagyobb helyzeteik. A második félidő elején, illetve az első félidő utolsó 5 percében nyomott nagyon a Budafok, akkor volt 4-5 olyan lehetőségük, amikor Fortuna is mellénk állt abban, hogy nem egyenlített ki az ellenfél. Szóval a második félidőben én úgy érzem, hogy átvettük a kezdeményezést, kb. A 60. perctől mi alakítottunk ki sorra helyzeteket, illetve itt a hajrára fordulva egy beadást Pálinkás Gergő nagyszerűen csúsztatott be fejes góllal a vendég kapuba, ezzel megdupláztuk előnyünket. De hogyha azt hittük volna, hogy zsebben a mérkőzés, akkor rögtön jött a hideg zuhany, hiszen gyakorlatilag azonnal az ellentámadásból szépített a Budafok, így az utolsó 5 perc, illetve a hosszabbítás nagyon-nagyon szoros és nagyon-nagyon izgalmas végjátékot tartogatott, de én úgy gondolom, hogy csapatunk hősiesen állta a sarat. Nagyon nagy kérdés volt a mérkőzés előtt, hogy inkább a Dorog, vagy inkább a Békés Csaba ellen mutatott teljesítményünket hozzuk ismét. Jelentem, a Dorog elleni teljesítményt hoztuk, és én úgy gondolom, továbbra is tartom, hogy ennek a csapatnak bizony helye van az NB2-ben. Sziasztok!